Sziasztok, itt vagyunk Rómában, az olaszok legnagyobb és leghíresebb karácsonyi vásárán, a Piazza Navona téren, és most megnézzük, hogy itt milyenek az árak, milyen a felhozatal, és hogy lehet-e zero waste-en vásárolni egy ilyen karácsonyi vásárban az egyik legszebb ünnepen Európában. Tartsatok velünk! Közben ráakadtunk drága vezérünkre, Orbán Viktorra. A téren egy szökőkútból köpi a vizet. Ez hasznosabb, mint hogyha otthon lenne. Az már most látszik, hogy kicsit máshogy működik, mint nálunk. Van célba lövés, célba dobás, ezért ez a magyar vásáron nem szokás. És most megnézzük, hogy árulnak-e valami forró italt. Bár egyáltalán nem kívánjuk, az érzet miatt felvettem a kabátot, mert nagyjából 18 fok van, este 6-kor még, és így inkább megsülünk, mint egy karácsonyi vásárra kívánkoznánk, de hát, ami megkövetel a haza, azt meg kell tennünk. Piazza Navona a három szökőkútjával, középen a négy folyó szökőkúttal Róma egyik legpazarabb látványnyújtótere. Az ókorban egyébként gladiátor harcoknak adott otthont, ezért nyúlik el ennyire ez a tér. Ezért rendezik itt ezt a sok embert befogadni kívánó karácsonyi vásárt. Kézzel készült karácsonyi díszek 10.000 forintba kerülnek, szerintem ez egy kicsit durva, egyébként kis Jézus találhatunk már 3.000 forinttól is. Ezen a egyedi bögrék nagyjából 4.000 forinttól kezdődnek, hát remélem, hogy nem fogy el belőlük sok. Az előre becsomagolt csokik és édességek azért valljuk, hogy nem a karácsonyi vásárok hangulatát idézik, ezért innen mi nem is fogunk vásárolni. Keresünk egy olyan helyet, ahol szépen, hulladékmentesen meg tudjuk oldani a finomságok megvételét. Az is kiábrándító, hogy rengeteg helyen ugyanazokat a termékeket árulják, konkrétan ugyanúgy. Ugyanaz a fánk, ugyanaz az összes becsomagolt csoki. Hát azért az ember nem erre számít egy római karácsonyi vásáron. Az előbb említett cukrosfánkról kiderült, hogy 1600 forint. Ebben zero waste termékünk a heliumos lufi. Hihetetlen az, hogy Rómában sokkal többet lőnek karácsonykor, mint amit Orbán Viktor szeretne nálunk. De baj. Érdekes, hogy Rómában és Olaszországban a kereszténység egyik óriási egy fővárosában és fő oszlopában sokkal kevésbé fényűző a karácsonyi vásár, mint például Budapesten. Nem kézzel készült díszből találhatunk 1000 forinttól is, de hát azt igazából megvetjük a kínai piacon is. Nekem ez a véleményem. Az a helyzet, hogy szerettük volna megmutatni nektek, hogy milyen forró italokat lehet kapni az olasz karácsonyi vásárban, azok mennyibe kerülnek, mennyire körözi le, vagy nem körözi le az otthoni 3000 forintos forralbort, de a római karácsonyi vásárban igazából csak fantát tudunk venni a hűtőből, ami igen kiábrándító, szóval, hogyha Rómában jártak, akkor ne a karácsonyi vásármét és ne a hangulat, mint hanem azért, mert egyébként gyönyörű ez a város, gyönyörű ez az ország. Remélem, hogy hasznos volt. Boldog karácsony!